Köszöntöm a kedves nézőket! A mai napi üzenet igéje Lukács evangéliuma 8. fejezet 43. versétől a 48. terjedő szakasz szerint kivonatosan a vérző asszonyról így szól. Egy 12 éve vérfolyásos asszony odament hozzá Jézushoz, és hátulról megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magában. Ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt. Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Emberek jönnek Jézushoz. Ahányan annyi, annyiféleképpen, hittel, hitetlenül, megnevezve, névtelenül, férfiak, nők, van, aki érti Jézust, van, aki lögdösi. Van, aki leborul előtte, van, aki kineveti. Vannak, akik elzavarják Jézust, és vannak, akik örömmel fogadják. A kereszt kétfelé osztja a világot. A történetünk előtt arról olvasunk, hogy Kapernaumban egy férfi esik Jézus lábai elé a porba a kislánya életéért. Lehet ennél fontosabb? Minden értékét veszti számára. A lány 12 éves, egyetlen gyermek lassan férjhez mehetne, még alig élt unokák sem lesznek. Talán voltak, akik irigyelték ezt a férfit, a zsinagóga előjárója, tanít az iskolában. Nem tudjuk, hogy kinek milyen fájú pontjai vannak, de Jézus tudja. Ez az ember már látta Jézust csodát tenni a Kapernaumi zsinagógában. De más dolog hallgatni őt, és más rászorulva lenni. Uram, itt csak te segíthetsz. Ő tudja, hogy hova forduljon. Jézus soha nem utasítja el azt, aki így leborul előtte. Kérdezem csendesen, hogy te kiborulsz, vagy leborulsz. A Zsoltáros arra biztat, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Az erő ma is kellene sokaknak, de Jézus nem. Ha imában az Úr elé vitted ügyedet, akkor az az Úr előtt van, meg fog oldódni. De mikor? Hát amikor az Úr azt jónak látja. A többi már nem ránk tartozik. Csak tudjuk komolyan venni azt, amiért imádkozunk. Ne félj, csak higgy hangzik Jézus biztatása, aki az Úrra jár, nem eshet kétségbe. Nézz Jézusra! Meddig tudunk mi hinni, bízni hatalmában, csak addig, amíg az orvosok szerint is van remény? Az elmúlt influenza járványban egyik kedves ismerősünk agyhártyagyuladással került a kórházba, imádkoztunk. Már otthon van, gyenge még, de jól van. A záró jelentésére rákerült az orvos megjegyzése, nem rajtunk múlt ne emberi lehetőségekkel mérjük Istent. Merjük-e elhirdetni, hogy örök életünk van Jézus Krisztusban, és itt van ez az asszony, a betegsége intim, nem is mehetne a tömegbe, de aki Jézushoz akar jönni, az ma is megtalálja ennek a módját. Hátulról érkezik, hisz annyi csalódás van már mögötte, 12 éve senki nem tudott segíteni rajta, most az utolsó reménye hittel érinti Jézust. És ott a helyszínen meggyógyul. Megérett a lelke arra, hogy már csak Jézusban bízzon. A hitnek azonnali jutalma van. Az ilyen hit nem csalódik. Mi gyorsan elintézzük azt, aki hátulról érkezik. Jézusból árad az isteni erő. Őt érinteni sokan akarták, mert erő származik belőle. De Jézus nem akkumulátor, amely automatikusan kisül. Az ő ereje akarata ellenőrzése alatt árad ki. Ismeretlenül ugyan, de segíteten ezen az asszonyon, de nem maradhat ez titokban. Jézus személyes kapcsolatot akar azzal, akin segített. Igen, vele megoszthatod, neki elmondhatod azt, amit mások előtt szégyelsz, amit mások nem értenének meg. Nem a hitem gyógyít meg. A hitem az az érintés, az erőforrás az Úr. A hit az, hogy kinyújtom karomat Isten felé. Nem a hitünkért üdvözülünk, hanem hit által. Jézus azért lett emberré, hogy megérinthessük benne a mennyeit. Ennek az asszonynak nem tanácsot ad Jézus, nem parancsol, hanem erőt és segítséget. Az asszony azt hitte, hogy a gyógyulásával mindennek vége van, de Jézus nem csak a test orvosa, mennyel békességgel és légyegészséges. A gyógyulása már akkor megkezdődött, amikor hallott Jézusról, akkor a jó hír érintette meg őt. Meggyógyítva, feloldozva, új emberként küld el Jézus. Nem kell görcsölnöm, vajon sikerül-e? Sikerülni fog, mert Jézus bízik benne.